Köszöntöm a sajtó érdeklődő munkatársait. Az elmúlt hetekben számos alkalommal elmondtuk, hogy az ingyenes parkolással a kormány az emberek egészségével és életével játszik. Az elmúlt hetekben az is kiderült, és nem kell szakértőnek lenni hozzá, hogy tudjuk, hogy a koronavírus járvány idején kimondottan súlyosbítja azokat a tüneteket, amelyek a légzőszerveinket támadják be, a szmogos helyzetek, és az ingyenes parkolás egyértelműen parkolási káoszt hozott nem csak Budapesten, hanem számos vidéki városban. Éppen ezért, mivel ezt nem lehet járványügyi intézkedésként értelmezni, csak és kizárólag forgalomtechnikai szabályozási eszközként, aminek a célja, hogy az emberek a saját lakóhelyük környékén tudjanak parkolni. Többször felszólítottuk a kormányt az elmúlt hetekben, hogy térjenek jobb belátásra, helyezzék hatályon kívül a kormányrendeletet. Többször elmondtuk polgármestertársainkkal, hogy ez az intézkedés káros, értelmetlen, sőt az egészségre is kockázatot jelent. Az ingyenes parkolás miatt a fizető övezetben élők nem találnak parkolóhelyet a saját otthonuk környékén, már reggel megtelnek ezek, araszolás, dugó, parkolóhelykeresés és küzdelem zajlik, aminek van egy komoly következménye, folyamatosan és radikálisan romlik a levegő minősége. Amit tudni kell, sajnálatos módon Budapesten évente több mint 2000 budapesti hal meg kimondottan a levegőszennyezettség egészségkárosító hatása miatt. Ezt a helyzetet súlyosbítja az előbbieken elmondottak szerint a parkolási anomália, amely tovább nagy mértékben rontja az itt élők életkilátásait és levegőjét. Természetesen az is látszik, hogy a kormány rossz irányba indult ezzel az intézkedéssel néhány héttel ezelőtt, hiszen az első hullámban még Nyugat-Európában és Európában számos város élt ezzel az intézkedési lehetőséggel, viszont belátták, hogy ez egy haszontalan és káros intézkedés, ezért Európában, Magyarországon kívül sehol nem rendelték el az ingyenes parkolás bevezetését. Ha úgy tetszik, a járvánnyal, nem az ingyenes parkolási csodafegyverrel védekeznek. Az emberi élet veszélyeztetésére a kormánynak még veszélyhelyzet idején sincs joga, ezért kötelessége megszüntetni ezt az értelmetlen és kártékony intézkedést. Azért kértem az MSZP országgyűlési képviselőit, hogy segítsék nem csak a budapestiek életének és egészségének védelmében, hanem minden magyar ember életének és egészségének védelmében, hogy a parlament törvénnyel szabályozza és vonja meg a kormánynak ezt a túlzó jogkörét. Megfogadtuk, ha úgy tetszik, miniszterelnök úr javaslatát, aki néhány évvel ezelőtt ugyan egy gazdasági javaslat kapcsán az akkori főpolgármesternek azt javasolt, hogy készítsen egy törvényt, ha valamit szeretne. Hát mi most készítettünk egy törvényt, erről fog beszélni Kunhalmi Ágnes és Molnár Zsolt. És utolsó gondolatként én azt szeretném kérni Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, ha legközelebb egy ilyen intézkedést tervez, akkor kérdezze meg azokat az embereket, akik fizetőparkolási övezetben élnek, boldogulni szeretnének, és nem szeretnék, hogyha az egészségük károsodna. Tehát kérdezzék meg őket, és ne hozzanak ostoba és eltúlzott intézkedéseket. Köszönöm a figyelmet, és át is adom a szót. Az MSZP országgyűlési frakciója meghallotta a polgármestereknek, és meghallotta az önkormányzatoknak a hangját, és meghallotta azon lakosoknak is a hangját, akiknek ez nagyon nagy problémát okoz. Világosan látjuk mi az országgyűlésben is, hogy ez nem járványügyi kérdés, ez nem egy szakmai döntés volt a Fidesz részéről, hanem tisztán politikai döntés. Egész egyszerűen így akarják az ellenzéki önkormányzatokat egyre nehezebb helyzetbe hozni. Ez a Covid járványnak a kezelését nem segíti, ez kimondottan az ellenzéki önkormányzatok, de leginkább a főváros elleni és Karácsony Gergely elleni intézkedés sorozat illendő döntése volt a Fidesznek. De éppen ezért, mert ez egy kőkemény politikai kérdés is, ezért természetesen segítve az önkormányzatokat benyújtunk egy törvényjavaslatot, ami elsősorban arra irányul, hogy a Magyarország kormánya veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020-as rendeletét hatályon kívül helyezzük, valamint módosítsuk a katasztrófavédelmi törvényt. Még egyszer mondom, ez nem járványügyi kérdés a Fidesz részéről, hanem politikai kérdés. Én azt kívánom a Fidesznek, és arra kérem a Fideszt, hogy ne politizáljon válsághelyzet és ilyen kemény járványügyi helyzet idején, ne az önkormányzatokat sarcolja tovább, hanem fogadja el a javaslatunkat, és térjen vissza a vírus szakmai kezelésére. Köszönöm.
Azt tapasztaltuk a járvánnyal kapcsolatos védekezés során, hogy a magyar kormány és a Fidesz elsősorban nem a járvánnyal foglalkozik, hanem az önkormányzatokat sarcolja. Azt láthatjuk, hogy amikor a fizető parkolás megszüntetésével kapcsolatosan döntést hozott, immár másodszor, ahogy frakcióvezető úr mondta, példátlanul Európában, akkor nem a tömegközlekedésben résztvevők egészsége védelmében hozta ezt a döntést, hanem a sarcolás az önkormányzatok jogainak további csorbítása érdekében. Két javaslatunk is van, amely helyreállítaná a normális működést a közlekedésben, a parkolásban, és visszaadná az önkormányzatoknak azokat a jogait, amelyet visszaélésszerűen vett el a magyar kormány. Az egyik, amelyről Horváth Csaba és Kunhalmi Ágnes beszélt, amely észszerűen rendezné a parkolás kérdését, és nem csorbítaná az önkormányzatok jogait tovább. És van egy másik javaslatunk, amely valóban a közlekedésben, tömegközlekedésben, távolsági közlekedésben résztvevők egészsége érdekében lett benyújtva. Azt tapasztaljuk, hogy nem csak a városi közlekedésben, hanem a távolsági közlekedésben, a vasúton, vagy a volánbuszokon, vagy más cégek távolsági járatain is igen magas a kontakt, nagyon sok ember zsúfolódik össze viszonylag kis helyre, ezért amennyiben a magyar kormány segíteni akar ezen a kérdésen, úgy támogatni fogják a jövő héten a tárgysorozatba kerülő javaslatunkat, amely azt mondaná, hogy amíg tart a járvány, amíg veszélyhelyzet van, addig az időpontig az autópályák használata ingyenessé válna. Így lehetne az autósoknak segíteni, hogy a munkába járás során olcsóbban, költséghatékonyabban jussanak el, és valóban kevesebben utazzanak adott esetben olyan közlekedési eszközökkel, amelyek a munkába járáshoz bár segítenek, de mégis járványügyi szempontból sok ember zsúfolnak össze kis helyre. Itt eldől majd, hogy a sarcolásról volt szó, beismeri a magyar kormány, hogy nem az emberek érdekében, hanem az önkormányzatok jogainak csorbítása érdekében hozott döntéseket, vagy pedig esetleg jobb útra tér, és támogatja a mi javaslatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!